Örülök, hogy ma is együtt kezdhetjük ezt a napot a sorozatunkban. Ez a 48. nap. És a 48. napon Dávidról átmegyünk az ő fiára. Elkezdünk az ő fiával, méghozzá nem is akármelyik fiával, hanem Salamonnal kezdünk el foglalkozni, hiszen ő vette át utána a királyságot. Egy kis intermezzo után, amit most nem akarok elmesélni, de ha valaki akarja, a Bibliában elolvashatja, hogy mi történt. Dávid nagyjából Krisztus előtt 1000 környékén kezdett el uralkodni, Salamon pedig 960 környékén vette át tőle az uralmat. Salamont általában úgy is nevezik, hogy a bölcs Salamon. És erről a bölcsességről lesz ma szó. És a mai igénk a Királyok első könyve 3. fejezetének a 12. ige verse, ami azt mondja: ezért teljesítem kérésedet, olyan bölcs és értelmes szívet adok neked, hogy hozzád fogható nem volt előtted, és nem támad utánad sem. Mi váltotta ki Istenből azt, hogy Salamonnak ilyet ígért? Az váltotta ki, hogy álomban megjelent neki, és azt mondta, hogy bármit kérhetsz. És ő kért is. Az ő kérése az volt, 7-9-es igevers: most Uram Istenem, te királlyá tetted szolgádat az én apám Dávid után, azaz saját magáról beszél, de én még egészen fiatal vagyok, nem értek a kormányzáshoz. Adj azért szolgádnak engedelmes szívet, hogy tudja kormányozni népedet, különbséget téve jó és rossz között, különben ki tudná kormányozni a te nagy népedet. Tetszett Istennek ez a fajta kérés, ez az ima, és ezért ráadásul ezt mondta neki, 13. vers: sőt, azt is megadom neked, amit nem kértél, olyan gazdagságot és dicsőséget is adok egész életedben, hogy nem lesz hozzád fogható senki a királyok között. És Salamon ténylegesen bölcsé is vált. Ezt láthatjuk akár a Bibliából is, hiszen ha olvassuk a Példabeszédek könyvét, a Prédikátor könyvét, vagy az Énekek énekeit, akkor Salamon gondolatait hallhatjuk viszont. És ténylegesen mi is azt mondhatjuk, hogy igen, ő ténylegesen egy bölcs ember volt. Mi is sokat tanulhatunk tőle, mi keresztények is nagyon sokat tanulhatunk tőle, hiszen Isten bölcsességgel áldotta meg. De azt is látjuk Salamon életéből, hogy jó néhány dologban elbukott. Jó néhány dologban bebizonyosodott, hogy bölcs telenül is tudott dönteni. Sőt, nagyon sokáig is tudott bölcstelenül dönteni bizonyos dolgokban. És ezeknek a következményei is megvoltak, és a következményekkel, a súlyosabbakkal majd később fogunk is foglalkozni. De most csak egy dolgot szeretnék kiemelni. Azt, hogy Isten adott neki egy feladatot, királlyá tette, és amikor azt mondta neki, hogy kérj bármit tőlem, akkor e feladathoz kért bölcsességet, kért engedelmes szívet, hogy el tudja dönteni azt, hogy mi a jó és mi a rossz. Kért bölcsességet. De ezt se Salamon, se mi, hogyha kérjük, nem úgy kapjuk, hogy addig volt mondjuk 100-as az IQ-unk, és utána egyből 180-as lesz, és akkor mindenben nagyon szuper bölcsek leszünk, vagy akár 200-as IQ-unk lesz, mert ez az ő esetében sem így történt, hanem döntésről döntésre mindig Istenhez fordult, és megadta neki a bölcsességet. Isten nem rázúdította a bölcsességet, hogy ezután már egyedül is nyugodtan dönthetsz, amit akarsz, mert éd a bölcsesség, hanem helyzetről helyzetre, igény szerint adta meg neki a válaszokat, és vezette őt. És mint mondtam, Salamon nagyon sok dologban elbukott. Nagyon sok dologban bölcstelen volt, mert hogy azokban nem kérte ki, nem igényelte Isten bölcsességét, hanem azt mondta, hogy ezt én meg tudom csinálni. Nem kell hozzá Isten, nem kell Isten vezetése. Mert a világban tudom, hogy ezt hogyan szokták megcsinálni, és ezért én is úgy teszek, úgy csinálom meg. Nem tudom, hogy a te döntéseid azok mennyire bölcsek. Vannak olyan dolgok, amikben úgy érzed, hogy rosszul döntöttél, vagy éppen benn vagy valamilyen rossz helyzetben, valamilyen rossz döntés következményeképpen. És esetleg nem is tudsz belőle, vagy nehezen tudsz belőle kikeveregni. Vagy újra és újra bizonyos dolgokban rosszul döntesz.
És az igéből nagyon jól tudjuk, hogy mi keresztények is nyugodtan kérhetünk bölcsességet. Kérhetünk bölcsességet Istentől, és ő megadja nekünk. Erre fel is vagyunk szólítva, erre bátorítva is vagyunk. Jakab levelének az első fejezetének az 5. igeverse azt mondja, ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. Tehát nyugodtan lehet kérni Istentől bölcsességet. Minden helyzetre lehet Istentől bölcsességet kérni. Nincs olyan kicsi és olyan nagy helyzet, hogy ne lehessen bölcsességet kérni Istentől. Csak ha valaki kér bölcsességet Istentől, akkor hallgassa is meg, és hallja is meg azt, amit Isten mond, és cselekedjen is az szerint. Lehet, hogy nem fog tetszeni az, amit Isten mond, mert Isten útjai azok nem a mi útjaink. Az ő bölcsessége az nem az emberek bölcsessége. Úgyhogy kérjél bátran bölcsességet, mert kapsz bölcsességet. Ez garancia. Ez garancia. Isten garantálja neked ezt. De utána azt fogadd meg, azt tartsd meg. Bölcs döntéseket kívánok mindnyájtoknak. Isten legyen veletek. Találkozunk holnapi napon is. Szervusztok!